A hét elején még felhős idő volt a jellemző, homokos eső is esett, de komoly mennyiségű csapadék azért nem volt. Szerdától viszont újra több órás napsütésre van kilátás, csapadék sem várható. Ennek oka, hogy anticiklon épül fel Közép-Európa felett, amit a leszálló légmozgások uralnak. Mivel ezek felhőosztató hatásúak és a levegő is száraz, ezért napos időig érkezik. Ahogy a felhőszimuláción is látszik, másutt azért zajlik az élet. Például Kelet-Európában figyelhető meg egy markáns légörvény, amely mögött hideg légtömeg árasztja el Oroszországot. Ebből mi is kapunk majd egy keveset, de komoly lehűlés nem lesz. Kedden este felé északnyugaton, később északkelet felől is csökken a felhőzet, legkésőbb a középső és délnyugati területeken következik ez be. Egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, reggelre meg is szűnik a csapadék. Élénk, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon, amikor erős lesz az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, az északi középhegység völgyeiben lehet a hűvösebb. Szerdán túlnyomóan napos időre számíthatunk kevés gomoly felhővel, illetve északról dél felé mozgó fátyol felhőzettel. Csapadék sehol sem várható. Az északi szél a Tiszántúlon gyakran megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Csütörtökön országszerte derült időre ébredhetünk. Az előző felhősebb éjszakák után kicsit szokatlan lesz a hűvösebb levegő, többnyire 6 és 11 fok között alakul a minimum hőmérséklet. Csütörtök napközben legfeljebb annyi gomoly felhő jelenhet meg az égen, mint ami itt a háttérképen van, ezekből csapadék nem alakul ki. Továbbra is északi szél lesz, ami napközben időnként megerősödik. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között valószínű. Az anticiklon és a napos idő ezt követően is kitart, ha egyszerűen akarnánk fogalmazni, azt is mondhatnánk, hogy nem lesz időjárás. Júliusban ez egyértelműen strandidő, de most azért ezzel még ne próbálkozzunk meg.